A város legfontosabb híreinek összefoglalóját, a Pécs TV híradóját látják. Köszöntöm nézőinket! Ma délelőtt rablási kísérlet helyszíne volt a Balitka utcai postahivatal. A rablót az egyik szemtanú késztette menekülésre. Az ismeretlen elkövető 9 óra után néhány perccel lépett a postahivatal épületébe, és felszólította az ott dolgozó alkalmazottat a trezorban található készpénz átadására. A hivatalnok megtagadta ezt, de nem is tehetett volna eleget a felszólításnak, hisz a páncélszekrényt időzár védi. Ekkor az egyik közelben lakó úr, aki észlelte a cselekményt, birokra kelt az elkövetővel. A dulakodás közben a rabló elsütötte 9 mm-es Flóber pisztolyát, majd elmenekült. Szerencsére senki sem sérült meg. A bűnelkövető 20-25 év közötti sovány testalkatú, 170-175 cm magas férfi, aki a büntet elkövetésekor fekete nadrágot, szürke csekit és barna bőrkesztyűt viselt. Pécs városa már közel 8 éve nem tudja eldönteni, hol lehetne megfelelő körülmények között megrendezni a Pécsi Expót. Mindenki tudja, lépni kell az ügyben, mert ha nem, akkor leköröznek bennünket más akár határon kívüli városok. A Városi és Környezetfejlesztési Bizottság mai ülésén nem jutottak dűlőre a végleges helyszínt illetően, ezért a kérdést elnapolták. A pécsi ipari vásár, mely korábban már A kategóriás minősítést nyert, az elmúlt években nem a megfelelő körülmények közt működhetett. A Kertvárosi Nevelési Központ egyre kevésbé alkalmas az évről évre nagyobb számban érkező látogatók befogadására. A város az új tervekkel, elképzelésekkel a megtépázott tekintélyt szeretné helyreállítani. Eredetileg 10 hely közül választhatott az önkormányzat, ez leszűkült a második körben 3 helyre, és most nagyon úgy néz ki, hogy 2 hely közül kell a bizottságnak választania. Reményeink szerint ma a döntés megszületik. Az előzetes tájékoztatás vagy véleménykutatás szerint a mostani vásártér területe fog nyerni. Az alpolgármester kérdésünkre elmondta, a jövendő beruházások nem veszélyeztetik Pécs egyik nevezetességét, az európai hírű régiségvását, továbbá hozzátette, a távlati elképzelések szempontjából is a vásártér lenne a legmegfelelőbb. A cél egy regionális vásárközpont létrehozása. A beruházások során az alpolgármester szavai szerint 10 év múlva nyerhetné el valódi arculatát az Expo. Ami a pénzforrásokat illeti, Markos György, a Pécsi Ipari Vásár Kft. Ügyvezető igazgatója hozzátette, a helyi hozzájárulás mellett természetesen kormányzati és fárpénzekre is számítanak. Mekkora az az időintervallum, amelynek el kell telnie ahhoz, hogy végül az új helyen megrendezhessük majd az Expót? Hát most körülbelül egy másfél óra, ez az első lépés, és akkor elkezdődnek a részletes rendezési terv kidolgozásai. Én úgy gondolom, hogy jövő évben már látható nyomai lesznek ennek az elképzelésnek. Török katonai delegáció járt ma Pécset. A vezérkari főnök által vezetett küldöttség magyarországi megbeszéléseinek középpontjában a NATO csatlakozással összefüggő kérdések álltak. Bár a török-magyar katonai kapcsolatok már több éve folynak, a szárazföldi vezérkari főnökök most találkoztak először. A tapasztalatok pozitívak. A mostani találkozón tulajdonképpen a már aláírt és létező protokoll szerződés gyakorlati megvalósításának kidolgozása volt a cél. Ebben többek között a NATO kompatibilitás kapcsán alakulatcsere és közös hadgyakorlatok is szerepelnek. A legelső csapat gyakorlat, ami Törökországban lesz, az ez év második felébe, szeptemberbe, októberbe, amikor egy NATO gyakorlatra megy ki, az egyik dandárunknak egy zászlajtörzse és egy százada. Utána terveztük a tábornok úrral, hogy 2000-től azoknak az alakulatoknak az alegységei, amelyek a NATO csatlakozás után a NATO parancsnokság alá kerülnek, kölcsönösen gyakorlatot hajtanak végre. Attila Ates tábornokot, a török szárazföldi erők vezérkari főnökét a magyar katonák felkészültségéről kérdeztük. A NATO-n belül nem a fegyverzett rendszerek használata, hanem azok alkalmazási formája, a módszerek, az elvek a fontosak. A mostani bemutatón alkalmam volt a magyar rendszert áttekinteni, és úgy látom, ez megfelel a normáknak. A török delegáció ma délután Pécsett a török emlékekkel ismerkedik, Szigetvárot pedig megkoszorúzza Szulajmán szultán emlékművét. A testtábornok és kísérete holnap utazik vissza Törökországba.
Az elmúlt napokban olyan hírek láttak napvilágot, amelyek szerint több bölcsészdiák nem tudja lezárni előző fél évét, mivel az indexét a január 29-i határidő után adta le. A kar dékánya szerint csak egy már korábban is érvényben lévő szabály érvényesítéséről van szó. A tanulmányi osztály előtt hosszú kígyózó sor áll. Persze a többség már a következő félévi órafelvételhez szeretné kivenni az indexét, még mindig vannak olyanok, akik az előzőt sem zárták le. Pedig a dékánasszony azt mondja, a január 29-i határidő szeptember óta mindenki előtt ismert volt. Mindemellett a tömeges méreteket is cáfolta. Régén hozzám olyan 15 körüli számban futottak be kérvények. Ezeknek egy része tehát nyilván indokolt, tehát nem egyformák a problémák. Van, amikor valóban a tanszéknek a hibájába vagy oktató hibájába történt. Ezt a tanszék vezető aláírásával igazolta. Ott a hallgatót semmiféle hátrány és károsodás nem érte. Olyan esetekben pedig, ahol a diák mulasztott, ez a diáknak a felelőssége, mert az indexet le kell adni. Azok a hallgatók, akik önhibájukon kívül kerültek ebbe a helyzetbe, nem szívesen nyilatkoznak. Én is érintett vagyok ebben a kérdésben. Hogyan nyilatkoznál-e róla? Azért nem szeretnék nyilatkozni, mert nem szeretném, ha bárkinek is ebből kellemetlensége lenne. Gondolom esetleg személy szerint éppen neked. Például. Dr. Font Márta szerint mégis fontos a rend betartatása és a késedelmek kivizsgálása, hiszen a csúszás végpontja az, hogy nem kapnak időben ösztöndíjat a hallgatók. Az a dékáni vezetésnek a felelőssége, hogy több hallgató, tehát a 2000 hallgatót érjen kár azért, mert van 21 néhány fegyelmezetlen, az egyszerűen nem engedhető meg. Országos statisztikák adatai szerint Magyarországon a munkanélküliek száma csökkenőben van. Előfordulhat azonban, hogy a hétköznapok rácáfolnak az adatokra. Aki tartósan munkanélkül van, annak könnyen kicsúszik a talaj a lába alól. Az utcákon pedig egyre több munka és cél nélkül sétálgató, kéregető hajléktalannal találkozhatunk. Aranyos Tiborné Irénke 1990 óta tartósan munkanélküli. Azóta albérletről albérletre jár. Elmondásai és az orvosi látlelet szerint főbérlői zaklatták, személyiségi jogaiban megsértették. Mivel utolsó lakhelyén nem tudott fizetni, az utcára került. 6 hónapig hajlék nélkül élt Pécs közterületein. Nem fogadnak be, nagyon sok helyről kitolnak és kiközösítenek, és nem tudom egyszerűen az okát, hogy miért. Irénke 3 hete kereste fel a Bitner utcai női szállást. Az úgynevezett befogadó szobában általában 2 hetet tölt az ideérkező hajléktalan. Ennyi idő alatt kell beszerezni az orvosi igazolásokat, és bizonyítani, hogy az illető szeretne javítani helyzetén. Aranyos Tibornénak ez utóbbi nem sikerült, így átkerült a szomszédos menhelyre. A menhelyen szállás és tisztálkodási lehetőség van, reggel viszont el kell hagyni azt. A nap további részében marad az utca, jobb esetben a Sándor utcai melegedő, melyet a támasz alapítvány tart fenn. Irénke jövedelempótló támogatásból él. A jövedelempótló támogatás az szinte semmire nem elég, tehát az élelmezésre. Tehát ruha nem üt, cipő nem üt, ilyesmit vásárolni abszolút nem tudok, albéletbe elhelyezkedni egyáltalán nem tudok. A havonta érkező támogatás összege nem egészen 13 ezer forint. Jövedelempótló támogatás mértéke elsősorban az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegétől függ. Ez az öregségi nyugdíj összeg emelkedett most január 1-től 15.350 forintra, és ennek a 80%-a képezi azt a legkisebb összeghatárt, ami a jövedelem támogatásnak a mértékét is adja. Ahhoz, hogy a rászoruló pénzéhez juthasson, folyamatosan kapcsolatot kell tartania a helyi munkaügyi központtal. A jövedelempótló támogatást 24 hónapig folyósítják. Amennyiben a kedvezményezett ez idő alatt sem talál munkát, úgy a továbbiakban már csak szociális segélyre számíthat. A cserkúti Árpád-kori katolikus templom a püspökség tulajdona, de az itt lakók is szívükön viselik sorsát. Ezt a törődést bizonyítja, hogy pályázat útján a restaurálásra most egy olyan összeget nyertek, amellyel régi álmok válhatnak valóra. A cserkúti templom vélhetően még a tatárjárás előtt épült a 13. században. Freskói egy évszázaddal később kerültek a falra, vándorfestők és Pécset dolgozó festőmesterek segédjeinek a kezemunkáját őrizve. Az idő folyamán a szabadon maradt falakra is képeket festettek. A küzdelmes sorsot megért kicsiny Árpád-kori templomot többször állították helyre, utoljára 1971-ben. Napjainkra külső és belső állapota egyaránt leromlott. Nyílt egy lehetőség a millennium kapcsán, és mi úgy gondoltuk, hogy megragadjuk ezt a lehetőséget, beadtunk egy pályázatot a Emlékvédelmi Hivatalhoz,
nyertünk, 12,5 milliót, és most ezt szeretnénk egészségesen jó elkölteni, hogy a templomunk olyan formába, fénybe is jelenhessen meg 2000 évben, amikor ugye 1000 éves évfordulónk lesz, hogy ezt mindenkinek megmutathassuk külföldnek is. A tervek szerint még ebben az évben kerül sor a templom faanyagvédelmére, a csapadékvíz elvezetésre, a falszigetelésre, valamint terep- és kertrendezésre. 2000-ben a szellőztetést kell megoldani és a világítás korszerűsítését. És ekkor fogják a déli oldal külső freskóját és valamennyi belső freskót restaurálni. A munkálatok elvégzésére meghívásos pályázatot ír ki a Cserkúti önkormányzat. A megújult templomot 2000. augusztus 20-án az államalapítás 1000. és a kereszténység felvételének 2000. évfordulóján szeretnék felavatni. A téli viharok gyakran okoznak komoly fakárokat. Pécsett a Mecsek oldal és a családi házas övezetek számítanak veszélyeztetett zónának. Viharok után megmaradt fakárok eltakarításánál több esetben a tűzoltóság egységei segítkeznek. Hát a fakárok ez periódikusan változik, ha a vihar olyan, akkor nagyon nagy összeget nekünk, nagyon nagy költséget jelent, több fecskendővel, több fűrésszel és nagyon nagy létszámmal dolgozunk sokszor napokon keresztül. Volt olyan éjszakánk, hogy este 10 órakor volt riasztó az egység, és reggel 4-kor jöttek be, és az Orfői úton több 100 fát kellett eltávolítani a közútra. Ilyenkor más nincs hadban állítva, csak a tűzoltóság, aki állandó startra kész, munkák elvégzése érdekében, legyen éjjel, nappal, vihar bármely időszakában. A téli időszak még nem zárult le, a tűzoltó tőzzászlós fakárok szempontjából pozitívan summázta az eddigi hónapokat. Ezt a telet viszonylag kisebb károkkal úsztuk meg, de tavaly télen rengeteg munkát okozott a tűzoltóknak. Nagyon sok jég és hó volt a fákon, mikor viharok jöttek, illetve a felázott talajon. A közutakra dőltek a fák, gépjárműveket és a közutak forgalmát veszélyeztetve. Ma tartotta soros ülését az Egészségpolitikai és Szociális Bizottság. Ezen a képviselők meghallgatták az ellátási szerződéssel rendelkező civil szervezetek beszámolóját, és javaslatot tettek az ezévi támogatási összegekre. Megtárgyalták a pénzbeni és természetbeni szociális ellátásról szóló önkormányzati rendelet módosításának tervezetét is, amelynek célja többek között az, hogy egyértelműbben szabályozzák a gyermekek jogán nyújtható ellátási formákat, és enyhítsék a közgyógyellátás szabályait. További napirendi pontként szerepelt az értelmi fogyatékosok óvodájának oktatási ágazathoz való integrálása, az Egészséges Városért Alapítvány alapító okiratának módosítása, valamint a Máltai Szeretetszolgálat azon kérelme, amelyet tevékenységének bővítése érdekében nyújtott be az Apafi utca 99-es számú ingatlanra. A Város- és Környezetfejlesztési Bizottság ülésén a Pécsi Expo területének kialakítása mellett napirendi pontként szerepelt a BAT Pécsi Dohánygyár fejlesztési terve és a Tesco Globál beépítési terveinek véleményezése is. Az iroda javaslatot tett a Pécsújhegyi sportpálya hasznosításával kapcsolatban, valamint tájékoztató hangzott el a füstköd riadó intézkedési tervéről. Híradónk végén tőzsdei információk következnek a Duna Invest jó voltából. A vonalban Kababik József fiókigazgató. Üdvözlöm! Jó estét kívánok, köszöntöm a Pécs TV nézőit! Kismértékben estek az árak ma a budapesti értéktőzsdén. A Bux Index 20 pontot, azaz 0,3%-ot veszített az értékéből, és 6504 ponton zárt. A piacra jellemző volt az, hogy a külföldiek nem igazán vásároltak, és nem is adtak el, távol tartották magukat a piactól. A hazai brókercégek viszont annál inkább. A MOL-ra 7 milliárdos forgalom volt, egyedül ezt vették fel a külföldiek. A vezető papírok közül a MOL 0,6%-ot emelkedett, a MATÁV 0,7%-ot gyengült, hasonló mértékben gyengült az OTP is. A kis papírok szerepeltek inkább jobban, az Alakerámia 11%-ot erősödött, a Gravoplus pedig 7%-ot. Mindkét papírt napközben 15 percre fel is kellett függeszteni. Mi történt a nemzetközi piacokon? A nemzetközi piacok is estek, a nyugat-európai piacok körülbelül 1,5%-ot, a német tőzsde másfelet, a londoni tőzsde pedig 1,2%-ot. Most a Wall Street-en tart a kereskedés, a Dow Jones stagnál, éppen a plusz 10 pont körül van most. Hogyan változtak a magyar papírok árai Londonban? Londonban délután nem volt jelentős változás, 0,5%-on belüli mozgásokat produkáltak a budapesti záráshoz képest. Most viszont New Yorkban a MATÁV 1343 forinton van, ez olyan 1%-kal drágább, mint a magyar záróár. Kababik József, köszönjük szépen a tájékoztatást és az összefoglalót. Most pedig lássuk, milyen időjárásra számíthatunk az éjszaka folyamán és holnap.
Éjszaka borult marad az ég, volt ismétlődő havas eső, a hegyekben hózápor is várható. Élénk marad az északnyugati szél. A legmagasabb éjszakai hőmérséklet 0 és plusz 3 fok között alakul. A holnapi napon folytatódhat a havazás, a levegő hőmérséklete pedig plusz 3 és plusz 6 fok között várható. Önök a város legfontosabb híreinek összefoglalóját, a Pécs Televízió híradóját látták. Köszönjük figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk!